Sziasztok, Zsuzsi vagyok, ez itt a Tudatalattid Hatalma, ahol megtanulhatod használni a tudatalattidat, hogy bármilyen célt elérj az életben. Ha hasznosnak találod a videóimat, kérlek iratkozz fel a csatornára és nyomj egy lájkot is, mert így a YouTube algoritmusa több embernek fogja megmutatni ezt a videót. Ha szeretnél csatlakozni a Facebook csoportba, a linket megtalálod hozzá a videó leírásában, és ugyanott megtalálod az elérhetőséget, hogyha konzultációt szeretnél velem. A mai videóban az elengedés lesz a téma, mert nagyon sokan kértétek, és nagyon bonyolult topik, vagy hát nagyon sokan nem értik, hogy mi a lényeg ennek az elengedésnek. Szóval szeretnék arról beszélni, hogy mit értünk elengedés alatt, és mit nem, és hogy hol hibázik a legtöbb manifestációs tanár, aki ezt tanítja. Tehát, nézzünk egy egyszerű, ám de annál gyakoribb példát. Szerelmes vagy valakibe, és szeretnéd, ha az életed része lenne az illető, azaz szeretnéd bevonzani. Mondjuk hetek, hónapok óta vizualizálsz, elképzeled, hogy milyen lenne, ha együtt lennétek, mégsem történik semmi. Vagy nincs konkrét kiszemelted, ellenben úgy érzed, hogy készen állsz a nagyőre, akár megírtad a kis listádat, hogy milyen párra vágysz, mégsem történik semmi. Miért? Teheted fel jogosan a kérdést. Majd valahonnan jön az info, hogy hát el kell engedni. Akkor fog érkezni a várva várt szerelem, ha elengeded. De mit is jelent ugye ez valójában? Annyira, de annyira ködös ez a fogalom, kifejezés, hogy abszolút megértem, hogy az emberek és a manifestációs tanárok nagy része nem érti az egészet, és úgy a tanárok nem tudják átadni rendesen a koncepciót. Úgyhogy szeretném itt és most világosan elmagyarázni nektek, hogy mit is jelent ez, oké? Okay? Tehát két oldalra fogom megközelíteni a témát. Kezdjük azzal, hogy miért van az, hogy azok a dolgok, amiket ténylegesen mondjuk elfelejtünk, elengedünk, azok gond nélkül manifestálódnak. Ha emlékeztek rá, egy korábbi videóban beszéltem a lista technikáról, amiben pont, aminek az a célja, hogy apró dolgokat felírunk, mintha megtörténtek volna, és utána elfeledkezünk róla, és hamarosan megtörténik, manifestálódnak. A hangsúly azon van, hogy apró, lényegtelen dolgokat írunk bele. Miért is? Azért, mert ezekkel az apró, lényegtelen dolgokkal szemben nincs bennünk, negatív hit, ellenállás, kétség, hogy valóra válhat, és az emberek nagy részében, tehát például nincs benned kétség afelől, vagy ellenállás, hogy az utcán találhatsz 200 forintot, vagy hogy látsz egy szivárványt. Emellett nincs bennünk a hiányérzet az apró dolgokkal kapcsolatban. Tehát jó lenne találni 200 forintot, vagy látni egy szivárványt, ellenben, ha nem, akkor sincs semmi, éled tovább azt a napot, nem vált ki belőled hiányérzetet az, hogy nem találtál ma még 200 forintot, vagy nem láttál egy szivárványt. Mindent a világon ugyanazzal a móddal lehet megteremteni, ez egy formula, mindenre érvényes. Kell hozzá világos szándék, plusz emelkedett érzések, és mínusz a hiányérzet. Tehát nem lehet benned hiányérzet a dologgal kapcsolatban. Minél nagyobb dologra vágyunk, annál több emelkedett érzés szükséges hozzá, hogy kiiktassa a hiányérzést és a negatív, destruktív érzéseket, gondolatokat, tehát a kételyeket, hogy lehetséges ez nekem, képes vagyok-e rá, megtörténhet-e. Oké, tehát amikor egy apró dolgot szándékozunk bevonzani, ismétlem, nincs bennünk hiányérzet, nem szükséges, óriási mennyiségű emelkedett érzés hozzá, hogy kiiktassa a negatív érzéseket, hiányérzetet, elég pusztán a szándék. Tehát ahhoz például, hogy ha beírod a kis füzetedbe, hogy találtam 200 forintot az utcán, ahhoz nem kell, hogy emelkedett érzéseket érezzél hozzá, mert nincs mit kiiktatni. Nincsen hiányérzet, nincsenek kételyek, nem kell ennek a pozitív érzésnek kiiktatnia ezeket a gátló érzéseket. Ellenben, amikor nagy dolgot szeretnénk manifestálni, és úgymond feladjuk, vagy hosszabb időre elengedjük, vagy hát elterülődik róla a figyelmünk, azzal elengedtük a hiányérzetet. Ezért van az, hogy nagyon sokan, amikor lemondtok egy férfiról, nőről, a fenti példához visszatérve,
akkor történik meg az, hogy belép az életedbe, és mondjuk összejöttök. Mert amire nem figyelsz oda, az nincs. Tehát, ha feladod, akkor onnantól kezdve nem figyelsz a hiányára. Ha feladod, vagy elterelődik a figyelmed, akkor már nem figyelsz a kételyekre, hogy most megtörténhet-e vagy nem, mert elfogadtad, hogy nincs. Hol tartottam? Tehát ha ugye feladjuk, az az egyik oldal, ha pedig mondjuk valamivel el tudjuk terelni a figyelmünket, akár mondjuk jön egy olyan karrier lehetőség, hogy hónapokig azzal vagy elfoglalva, és éppen Amazon agyalsz, hogy akkor mikor lép be a szerelem az életedbe, akkor az egy olyan példa például, hogy el tudja terelni a gondolataidat, és amikor nincs benned ez a hiányérzés, nincsenek tovább a kételyek, akkor tud manifesztálódni a dolog. Mert a kvantummező már tudja, hogy mit szeretnél. Vagy hívd Istennek, Istennek, univerzumnak, aminek szeretnéd. Tehát a szándékod már kint van a kvantummezőben. És ez egy új info, úgyhogy gyorsan ide belövöm. Ezt most tanultam, hogy ma már tudományosan bizonyított az, hogy a gondolataink frekvenciája ugye kimegy az agyunkból. Tehát eddig én ezt itt mondtam, meg tudjuk, de ma már egy olyan szerkezet, ami, tehát eddig az EEG-vel mérték az agyi frekvenciákat, ami, tehát az elektromosságot, ugye ilyen kis fém, kis húzalokat raktak az ember fejére, és az mérte az agyi frekvenciát. De ez alapján az a következtetés volt levonva, hogy ezek az agy, tehát agy a koponyán belül vannak. Ellenben egy új szerkezet, ami mágnesesség útján méri ugyanezeket a frekvenciákat, azt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen búra, és ez már nem ér hozzá az ember fejéhez. Ugyanúgy méri ezeket a frekvenciákat, ellenben ezzel bebizonyosodott, hogy a frekvencia nem áll meg a koponyádnál, hanem jön ki tovább. És hogyha egy pár centire elhagyja az agyadat, a koponyádat, az agyi frekvencia, hogy ez a mágneses gép tudja mérni, akkor miért állna ott meg? Tehát ugye tovább megy ki a kvantummezőbe. Tehát a kvantummező visszatérve tudja a szándékodat, tudja, hogy kire vágysz, tudja, hogy mit akarsz. És most, hogy el tudtad felejteni, elterelődött a figyelmed, vagy feladtad, akkor végre el tud kezdeni dolgozni azon, hogy eljutassa hozzád ezt az illetőt. Oké, ez így érthető? Igen ám. De mi van akkor, ha nem tudod elengedni, és folyamatosan ezzel kerestek meg? A legnagyobb téma, amiről írtok, hogy szerelem, és szeretnétek visszavonzani, vagy bevonzani az illetőt, de hogy nem tudjátok elengedni a vágyat, ugye? Akár tetszik, akár nem. Nem fogod tudni megteremteni a vágyadat, mert ismétlem, minden dolog teremtéséhez kettő dolog kell, meg egynek a hiánya, tehát kell a világos szándék, a férfi, akire vágysz, vagy nő, vagy a szerető kapcsolat, amire vágysz, plusz az emelkedett érzések, amik kiiktatják a stresszt és a hiányérzetet, amik gátolják a dolog megteremtését. Amíg te türelmetlenül várod, hogy mikor lesz már eredmény, mikor válaszol az üzenetedre, mikor kapod meg, addig nem lesz eredmény. Mert a hiányérzete erősebb benned, mint az emelkedett érzések. Amint az emelkedett érzések aránya átbillen minimum 51%-ra a hiányérzete és a negatív érzésekkel, kételyekkel szemben, akkor kezd el változásba állni a dologban. Pontosan ezért mondom mindig, hogy a szívkoherencia az alapja mindennek. Minden manifestációnak. És tudják ezt a természeti népek évezredek óta, és nekünk még csak most mutatja be a tudomány ezt a technikát, amit az őseink ösztönösen használtak. Tehát például a Peruban, egy faluban benszülött népek, ha nincs eső, akkor ezt a technikát használják, hogy legyen megint eső. És akkor pár percre csak, mert hogy ők hisznek ebbe, tehát tudják, hogy ez működik, nekik nem kell legyőzni a kételyes hiányérzetet, mert évezredek óta tudják, hogy így működik a dolog. És akkor az illető, vagy többen ugye, szívkoherencia állapotban elképzelik azt, hogy milyen lesz, amikor a sárban tapicskolnak mezitláb, és milyen hangja van, amikor az eső veri az ablakukat, és ezt egy pár percig kell csinálniuk, mert
nincs bennük kétely és hiányérzet. Tehát ezt végigcsinálják, és utána esni fog az eső. És erre rengeteg esett tanulmány van, tehát ez nem egy egyszerű eset, nem egy mondva csinált történet, konkrétan ők ezt használják, és így működik nekik. Oké, tehát amint ez az arány nő, egyre boldogabb leszel, ugye minél több szeretet, hála van benned, és hasonló emelkedett érzések, egyre kevésbé érzed majd, hogy egy rajtad kívülálló személyre van szükséged, hogy boldoggá tegyem. Ez tovább fogja növelni az emelkedett érzéseidet, tehát az, hogy szereted magadat, hogy örülsz mindennek, hogy hálás vagy saját magadért, az életedért, az egészségedért, és ez tovább csökkenti a benned lévő hiányérzetet. Tehát mondom, az 51%-ot eléred, onnantól ez egy folyamat, és generálja saját magát már a pozitív irányba. Egy idő után azt fogod észrevenni, hogy 100%-ig boldog vagy, egyedül. Persze, szeretnél azzal a férfival, vagy nővel együtt lenni, szeretnéd a boldog párkapcsolatot, de nem befolyásolja a boldogságodat a jelen pillanatban. Tehát ebben a pillanatban te az adott férfi-nő párkapcsolat nélkül is 100%-ig boldog vagy. És amikor ezt érzed, akkor a vágyott személlyel kapcsolatban is változik a hozzáállásod, már nem akarod birtokolni, nem akarod magadhoz láncolni, hanem csak szeretet távolról. Őszinte, tiszt szeretettel, és ha mással is van, akkor is azt kívánod, hogy boldog legyen vele. És ezt tapasztalatból mondom, és amikor eljutsz ebbe az állapotba, akkor történik meg a csoda, akkor történik meg a teremtés. Tehát kívülről úgy tűnik, hogy saját magad ellen dolgozol, ellenben ez így működik. Tehát ezt el kell fogadni. Csak és kizárólag így lehet bevonzani szerelmet, kapcsolatot, de érvényes ez pénzre, egészségre is, a nagy dolgokra, ugye, ahol nagy ellenállást kell leküzdenünk, vagy akár vágyott tulajdonságokra. Tehát ha mondjuk dohányos vagy, és le akarsz szokni, ugyanez érvényes rá. Óriási mennyiségű kételyt, negativitást és hiányérzetet kell ugye leküzdenünk. Tehát mondjuk, ha le akarsz szokni, akkor ugye akkor kicsit máshogy fogalmaznám a hiányérzetet, tehát hogy hiányozna, ugye, és ugyanúgy azt a hiányérzetet küzdöd le, csak ugye a másik irányból. Elveszettem a fonalat, mindegy. De szóval, miért mondom mindenkinek azt, hogy tehát nem kell elfelejtened, nem kell elengeded a vágyadat. Ugye én az első pillanattól kezdve ezt mondom az legelső videómban, külön hangsúlyoztam ezt, hogy ez egy óriási hiba, és hogy ezért nem történik semmi általában az embereknek, és ezt nem csak én mondom, hanem azok a tudósok is. Tehát nem feltétlen csak spirituális vagy vallási oldalról közelítve, hanem ezek az emberek, ugye epigenetikusok, kvantuminformációbiológusok, mind-mind azt mondják, hogy ne engedd el, nem kell elfelejtened a vágyadat, és azért mondjuk ezt, mert ez látszik az esett tanulmányokban. Tehát ezt látjuk azokon, akik rákból mondjuk kigyógyulnak. Soha egy napra sem engedték el a vágyat, hogy egészségesek lesznek, vagy hát ugye azok. Azok a megszállott emberek, akik a világot változtatják a történelem folyamán, soha egy pillanatra sem engedték el, vagy felejtették el a vágyaikat. Lásd például Elon Musk, Nikola Tesla, Ford, Jeanne d'Arc, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, és még sorolhatnánk. Ha évtizedekbe is tartott, elérték, amit akartak, megszállottan éltek a vágyaikban, és ez a megszállottság kitörölt minden hiányérzetet és kétséget. Persze, nyilván valamikor volt bennük kétség, nyilván valamikor úgy érezték, hogy esélytelen a dolog, de addig tolták ezeket a, hát ha pozitívnak nem is feltétlenül mindig mondható, de a megszállottság is egyfajta olyan érzés, ami előre visz. Tehát addig tolták ezeket az érzéseket, amíg át nem lendültek a holdponton, és el nem kezdődött pozitív irányba haladni a manifestációjuk. Oké? Ahhoz, hogy egy olyan dolgot vigyünk véghez, amire nem volt még példa, akár a világban, ezeknél a nagy neveknél, vagy csak körülöttünk a környezetünkbe, tehát hogy nem hallottunk még ilyenről, ahhoz irgalmatlan mennyiségű idegi kapcsolatot kell az agyban felülírnunk.
Tehát aki rákból, akár rákból kigyógyulásra gondolunk, vagy bármilyen betegségből kigyógyulásra, akár megnyerni a lottót, vagy bevonzani egy specifikus férfit vagy nőt az életünkbe, ha idő előtt feladjuk, vagy elengedjük ezt a vágyat, akkor még nem épült ki az új idegi kapcsolat, tehát a szerelem példánál, hogy XY és ilyen boldog kapcsolatban vagyunk, ez egy idegi kapcsolat, ez nincs jelen az agyadban. Ahhoz, hogy jelen legyen, folyamatosan ebben a végcélban kell élned. És még nem bomlik fel a régi kapcsolat, az a régi idegi kapcsolat, az, hogy XY elérhetetlen számomra, nem tetszem neki, vagy mással van együtt. Tehát ez is egy idegi kapcsolat az agyunkban, és ugye ezzel indulunk. Tehát amikor valakit szeretnél bevonzani, ezt a személyt, akkor a te agyadban ez az idegi kapcsolat létezik, tehát vagy az, hogy elérhetetlen számomra az illető, vagy hogy csúnya vagyok, hogy nem vagyok szerethető, nem tetszem neki, tehát teljesen mindegy, valami van, és ez az idegi kapcsolat, amit fel kell bontani, időbe telik. És megteremteni az ellenkezőjét, az ellenkezőjének az idegi kapcsolatát az agyunkba, hogy XY és én boldog kapcsolatban élünk együtt. Ez ugye egy másik idegi kapcsolat, tehát ezt a régit fel kell bontani, ezt az újat fel kell építeni, és ez időbe telik. Ha te egyszer vizualizálod, és utána elengeded, akkor nem történt semmi, de konkrétan semmi nem történt. Hogy ez mennyi időbe telik, ez arányos azzal, hogy mennyire tudjuk magunkat emelkedett érzésekben, az elképzelt jövőben érezni, élni egész nap. Tehát ha kevés időt szánsz erre, tovább fog tartani. Ha egész nap tudsz ebben élni, rövidebb ideig fog tartani. Oké? Ennyi. Tehát mi is valójában az elengedés? Elengedni a birtoklási vágyat, elengedni a hiányérzetet, elengedni a kétséget, a kételyt, hogy megkaphatom-e. Ma már a kvantumfizika bebizonyította, hogy a világon mindent megkaphatunk. Nyilván newtoni fizika keretein belül, tehát a holtakat ugye nem tudjuk visszahozni, nem tudunk visszafiataladni 30 évet és újrakezdeni az életünket, de tehát ami ebben a világban megtörténhet, az bármiből választhatunk. Választhatjuk, tehát hogy celebekkel kapcsolatba lépni, bármit, tehát milliómos lehetsz, kigyógyulhatsz genetikai betegségekből, mert 100 és 100 példa van rá, bármit el lehet érni, ha követed ezt a formulát, amit itt most elmondtam, és amit már sokszor elmondtam, ez egy formula, mindenre érvényes, mindent el lehet ezzel érni. Komolyan. Időkérdése, és annak a kérdése, hogy mennyi időt és energiát fektetsz bele egy nap, hogy ebben az elképzelt célban éljed a napjaidat. Oké? Okay? És mi nem az elengedés? Elengedni a vágyadat, lemondani. Persze van olyan, akinél ez így sikerül, nekem is volt ilyen, de sokkal tovább tart és sokkal rögösebb az út, sokkal-sokkal gyorsabb és csodásabb, amikor annyira a végcélben tudsz élni, és annyira boldog vagy ettől függetlenül, hogy nem számít, megkapod-e vagy sem, mert itt és most te már átélted. Szóval engedjétek el a hiányt, mert egészek vagytok minden külső tényező nélkül magatokban is, és semmi nem hiányzik belőletek. Oké? Remélem, hogy sikerült megválaszolnom ezt a kérdést. Írjatok nyugodtan kommentet, hogy mit gondoltok, hogy világos-e ez így még, sikerült-e megérteni, és köszönöm a figyelmeteket mára, vigyázzatok magatokra, sziasztok!